Az erdőt nem a vadászatért, a vadászatot viszont az erdőért szeretem. Mert az erdő beszél ahhoz, aki ismeri. Jeleket ad, üzen, kitárja magát, csak meg kell érteni. De ahhoz, hogy megértsük, ismerni kell fáit, virágait, gombáit, állatait. Az erdő minden lakójának örök, ősi törvényeit. Csak ez a tudás hozza közel az embert az erdőhöz. És ha ilyen jó barátságban vannak, akkor aztán szívesen veszik egymást. Soha nem nevezte magát írónak. Névjegy kártyáján élete végéig az volt, hogy Fekete István, okleveles gazda. Színes, csodálatos, szellemi érhálózat az anyanyelv. És ezt ő olyan szinten művelte, olyan hasonlatok, kifejezések, képekkel tudott írni, hogy nem sokan. Ez a én nagypapám, és minden gyerek ismeri, mert tanul róla iskolában. Egyetlen olyan magyar író lett, aki egyszerre kiválóan ismeri a természetet, és a természet jelenségeit, és a természet harmóniáját és törvényeit, ugyanakkor pedig, mint szép író is kiváló, ez így nem találkozott a magyar irodalomban, azóta sem. Neki egy rendkívüli dolgot adott meg a mindenható, azt, hogy a jóisten szemével tudta látni a természetet. Egy olyan különleges képességet, ami az úgynevezett nagyvadászoknak nem adatott meg. Puha lámpafény, fenyőillat, szivarfüst, és beteg vagyok. Felállok a kis rácsos ágyban. Pista bácsi, aki apámnak testvére, két kilőtt patront hozott nekem, és megmutatta a lőgynyulat. Aztán azt mondta... Te is vadász leszel. Apám kántortanító volt és iskolamester. Herman Ottóval, az utolsó magyar polihisztorok egyikével rendszeresen levelezett. Polcán ott sorakoztak a nagy ornitológus írásai. Madár szeretete pedig hamar rám ragadt. Ne ijeszd meg, csöndbe légy. Nem van. Édesapámtól. Nem kellene enni adni nekik? Nem esznek. Amíg nem szokják meg ezt a helyet, nem esznek. Pedig talán éhesek. Édesapám azt mondta, akár két hétig is kibírják élelem nélkül. Fenét. Akkor majd esznek, amikor kiengedjük őket. Majd lövök nekik verebet. Nem szállnak el? Vadászok lesznek. Betanítják. Banda vezér volt a göllei gyerekek között, mert úgy tudta irányítani a pajtásait, hogy szócogattak neki minden rossz csintevésbe is, de ugye azért mégis nagyon sok jót is tanultak tőle. Adjon Isten! Fogadj Isten! Mi történt már megint? Valami töretszányú madarat akart kiszedni a kökönye bokor aljából. Nem hagyhatom ott, nagymama. Aztán mégsem tudtam kiszedni. Becsúszott. Jól van, na. Vedd le ezt, kimosom, kivasalom holnapra, mintha új lenne. Apád úgyse jön haza egy hamar gyalámból. Magát meg Isten áldja, miért hazahozta ezt a bitangot. Nem bitang ez, Isten áldja. Isten áldja. Na. Jaj, nagymama, drága nagymama, köszönöm. Bevallom őszintén, nagymama nélkül el sem képzelhettem magam. Nagyanyám ugyanis soha nem nevelt, és soha sem vert a fenekemre. Mindenre tudott mesét, amelyben a rossz gyerekeket legalábbis vizes kötéllel verték meg. Persze voltak szelídebb meséi is,
ahol a jó fiú állandóan cukrot kapott, és karácsonyra valódi puskát. Göllében volt az első Matula bácsija, Puska Józsefnek hívták, de Bece neve Matula volt. Ismerte az állatokat, madarakat, növényeket, és ő uradalmi csősz volt. Göllében Szejdl Károly katonapap volt az esperes, apám meg a mester. Amiért engem nem is ismertek talán nevemen, mert egyszerűen csak Mester Pista voltam, s talán oda se hallgattam volna, ha valaki rendes nevemen szólít. Menjünk paprikázni! Én meg a pásztor! Akkor még nem tudtam, miért fogott meg annyira ez a könyv. Nem tudtam, miért szól hozzám olyan közelről, olyan világosan, olyan otthonosan ez a Gárdonyi, aki egyre közelebb jött hozzám, és egyszer csak rádöbbentem. Persze, hogy közelebb jön, és mellém ül gondolataim új padjára, hiszen úgy beszél, mint én. Úgy beszél. Olvasgattam ezt, azt mesét, ugye, amit nekem nagyon tetszettek, és egyszer elhatároztam, hogy én is írok egy mesét. 6 éves koromban. Ettem egy tintás üveget, tollat, szép nagy árkus papírt, egy krajcár volt darabja, és kivonultam az árokpartra, hogy most én is fogok mesét írni. És csak feküdtem, és csak gondolkodtam, és nem ment, ugye. A végén elakadtam sírva, és rávonultam a papírra, hogy én többet soha nem írok. 1909-ben apám nyugdíjaztatta magát, és állást vállalt Kaposváron, tekintettel gyerekei tömeges iskoláztatására. Egész Kossisor jött be Gölléből, bútorainkkal, egyéb holmiainkkal, és véglegesen beköltöztünk a Honvéd utcába, ami úgy is csak átmenet volt, és szerencse, hogy egy év alatt át is estünk rajta. Ízlik a kányaleves, édesapám? Te lőtted? Én bizony, édesapámnak. Tudom, hogy szereti. A levessel nincs baj, fiam. Hanem, hogy mentél el, és miképp jöttél vissza. Arról még beszélhetünk. Édesapám is tudja, milyen szép ilyenkor az erdő. Nem tudok én ilyenkor nyugton megülni. Legközelebb szólj, ha mész. Azt hittem, már megint elbújdostál. Mindenkor hazahoztad a szekundákkal a bizonyítványod. Idén nem lesz bukás, édesapám. Gölléről elszakadva, egy kaposvári gimnáziumba kerülve, teljes, hogy úgy mondjam, lelki, érzelmi zűrzavar volt. Természetrajzból megbukott az az ember, aki a latin nevét tudta a madaraknak, aki úgy ismerte, az megbukott természetrajzból. Annyira érzelmileg befolyásolható és érzékeny valaki volt, és akkor átiratták a polgáriba, de ott a kisembereknek, a suszteroknak, a pékeknek a gyerekeivel volt együtt, ahogy jeles rendű tanuló lett. Héja! Réti héja! Alig, hanem igazad van. Igazad van! Nekem okulát kéne hordanom, de nem hordok, mert közelre jól látok. Nézd már, ott egy zöld kánya. Az nálunk kék csóka. Na jó, figyelj, majd megkérdezem édesapámat, ő biztos, hogy tudja, hogy mi a pontos neve. Ott a nagy kantpatkány. Lőd el! Á, ez nem volt meg! Én jövök, gyorsan! Gyorsan kérek egy követ! Ezek az ismeretek egészen gyermekkorunkból származtak. Megvan! Mert mindketten falusiak, sőt, Karcsi pusztai gyerek volt, és természetrajzi tudásunk nem csak Herman Ottótól, hanem csőszöktől, magtárosoktól és öreg béresektől származott. Jó volt ez már csak azért is, mert nem csak, hogy Herman Ottót ellenőrizhettük, de egymás tájszólását is megismertük. Egyszer csak Karcsi nem várt az állomáson. A szobámban az asztalon fehér papírlap idegenkedett. Könnyeim odafolytak az itatós papírra. Az elmúlás lehetetlensége kavargott bennem kegyetlen mértekkel. Walter Károly. Élt 12 évet. Karcsikám. Visszahoztam. Nincs semmi baja. És kérlek, ne haragudj rám. Thank you.
17 éves korában önként jelentkezett katonának. És az a humor, ugye a Fekete István lelkiségével, hogy ez az ember 8 évig volt hivatásos katona. Ugye, de miért? Azért, mert a nagyapám az egész vagyonát hadikölcsönre jegyezte, és az egész vagyonát elvesztette. Nem tudta ő tanítatni. Tehát az egyetlen mód, hogy ő elvégezze a Gazdasági Akadémiát, az volt, ha van neki, mint hivatásos katona fizetése. 18 éves korában Balatonpartra terelték a Lenin fiúk, meglepték őket éjjel, kivitték a Balatonpartra, hogy felkoncolják őket. Nagy szerencséjükre egy katonai osztag tudomást szerzett erről, ugye, és amikor felsorakozott a tizenvalahány Lenin fiú, akkor a hátuk mögött lelettek kaszabolva, így maradtak meg. Erről se beszélt soha. Na, én jövő hónaptól szedem a sátorfámat. Leszerelsz? Lein. És te? Nem lehet. Miért nem? Az akadémia miatt. Megyek Debrecenbe. Kell a Zsolt, különben nem tudok. Azt mondják, kemény világ van ott a laktanyában. Itt is az. Mindenhol az. Majd elválik. Na, menni kéne őrségbe, nem? Ma is hoztak valamit. Az ember azt se tudja, mit őriz. Ha őrizni kell, talán jobb, ha nem is tudja. Hadianyagot őriztek, ketten voltak őrségbe, két kadét, két szabotőr rájuk támadt, az egyik meglőtte a barátja combján, és az apám mind a kettőt agyonlőtte. És hát ugye egy 18 éves gyereknek, hát mit mondjak, én 24 voltam a szabadságharc alatt, és nem, én beszéltem, soha nem beszéltem erről. Egyszer azt mondta, hogy akármit csináltál, az Úristen majd elfelelteti veled. Amikor otthagytam az akadémiát, hazamentem, és azt hittem, hogy Eszterházy már másnap teszi tiszteletét, és felkér, hogy sürgősen vállaljam el jószágainak igazgatását. Sajnos az eset nem így történt. Ellenben igenis megsúgták, hogy gróf Majlátnál egy irodai segédtiszti állás van üresedésben. Fogtam magam, eljöttem Bakócára, bemutatkoztam a grófnak, akinek belém szeretni egy pillanat műve volt. Bakócán Majlát nekem teljesen szabad vadászatot engedélyezett, és ezért ma is hálás vagyok, hiszen sok későbbi írásom gondolata ott született a kövesdi, nagymátéi erdőben és magányban. A Széchenyi Zsigmonddal például nagy vadászat volt Bakócán, mert ugye a gróf Széchenyi Zsigmond és a Majlát gróf, ugye arisztokraták a nagy körvadászaton, és akkor apám, mint fiatal, 28 éves segédtiszt vadászaton ott irányítgatta az embereket, és úgy félreállt a háttérbe, és Széchenyi Zsigmond oda ment hozzá, és azt mondta az apámnak, hogy szervusz, úgy látom, hogy a sok marha közül egyedül te érdez itt a vadászathoz. És erre tiszteletem gróf úr, és azt mondja, ne szamárkodj, Zsiga vagyok. Így kezdődött a életük végéig szóló barátságuk. Bakócát a falut nem szerettem. Alsókövesden, az erdő mellett laktam, ez kedvemre való volt. A szívemet azonban nem csak a természet ejtette rabul itt. Az anyám 16 éves korában ismerte meg az apámat. Voltak egy ilyen baráti összejövetelen, és egy asztalnál ott ült az apám, és négy nő volt körülötte, és az apám szórakoztatta őket. És akkor az anyám nézte őket, és azt mondta, hogy ez a férfi lesz a férjem. Nekem annyi időmnek, hogy magának írjak, mindig kell lenni. Olyan ez a napi munka után, amikor a kazánkovácsot az ötvös műhelybe eresztik. Küldök pár szál virágot is, amit az ősz nekünk fakasztott. Itt járt az ablakom alatt, bekopogtatott, és azt mondta, hogy itt van ez a pár szál rózsa, küld el annak, akit valóban szeretsz. Amikor későbbi feleségének Editnek elkezdett szerelmes leveleket írni, és úgy nagyon sok érzelem volt benne, és még nem volt 30 éves, mikor ezeket a leveleket írta. Nagyon szépen
írt az évszakokról, a természetről, és nagyon sok megszemélyesítést használ a természet egyes jelenségeivel kapcsolatban. Az idő múlásáról, az évszakok változásáról, a természet változásáról olyan nagyon furcsa és egyén ilyen költő ilyen tud írni, és valahogy akkor alakul ki ez az egyik védjegyen. A segédtiszti fizetésem semmire sem volt elég. Nősülni akartam, komoly állásra volt szükségem, pályázat útján kerültem Ajkára. A gazdasági válság kezdetén Ninzé Ferenc gazdatisztje lettem próbaidőre. 12 évig maradtam. Ninzé Ferenc gyanakvó volt, állandóan attól tartott, hogy becsapják az alkalmazottai, és amikor ide költözött 1929-ben Fekete István, akkor az uraság azt mondta, hogy nem csinálok többet urat az intézőmből. Fekete Istvánnal sajnos a viszonya nem volt jó, annak ellenére, hogy Fekete István gondos gazdája volt az embereknek, az állatoknak, a birtoknak, saját intézői javadalmazásából naponta látta el tejjel például a birtokon élő cserédeknek a gyerekeit. Ha még egyszer születnék is, csak gazda vagy erdész lennék, de azért néha jól esne egy-két szabad óra, hogy titkos szerelmemet, az írást, a múzsát gondtalanul átölelhessem. Olvastam, hogy dicsérnek a Nimródban. Csak megírtam az övekről, amit megfigyeltem. Nem csak vadász vagyok, gazda is. Ha nem marad elég ragadozó madarunk, jön az ürge és pocok invázió. Hogy van neked időd, öregem, a gazdaság mellett még közléményeket is írni? Nincs ilyen semmi időm. Éjszaka írok, amikor tudok, ha a gyermek nem sír. De a gyermek öröm így is, úgy is, hanem a munka. Hisz a kosok annyi díjat nyernek, hogy mindenki csak tőled akar bárányt venni. Kosokkal nincs is baj, hanem a gazdáikkal. A tejüzem se jól van, a vetőmag se. Firkadattól napszáltáig járom a határt, őrzöm az irodát, az se. Semmi se elég jó. Nagy birtok, sok baj. Nem a birtok, de Nénzé megöl. Csak legalább írni volna időm. Időnk az most sincs sok. Hallgat az erdő, hisz fel sem ébredt még igazán. Csak a szalonkák űzik egymást vak szerelemben. És az erdők lila árnyékából láng penge vág az ég felé. Dörren a puska, és a vándorlovagok vére rácseppen a hóvirágok fehér arcára. Aztán elhallgat minden, csak a bagoly jár nesztelen szárnyalással, felemelve egy egérkét. Tudni kell, hogy az ő vadász elbeszélései nagyon sokszor arról szólnak, hogy kajthat a vad után, és aztán nem sikerül elejteni. És közben gondolkozik, és filozofál a maga módján, és járja a természetet. Nagyon sokszor egyszerűen elmarad a vad elejtése, mert az egész nem csak erről szól, hogy ő győz, de olyan is, hogy elhibázza. És akkor töprenk, hogy miért hibázta el. Szerettem a földet. Majd 5000 holdat kezeltem. Erdő, szeszgyár, több ezer hízósertés, hízómarhák, fűmag, bor. A merino kosaim rendszeresen díjakat nyertek az országos állattenyésztési versenyeken. A környékbeli gazdatisztek egy hónap alatt nem dolgoztak annyit, mint én két nap alatt. Adjon Isten, jó sobát! Adjon Isten, jó! Sántulnak el juhok. Nem, hála Isten. Istennek. Mit gondol, leszhessünk holnap? Reméljük, nem úgy néz ki. Hál' Istennek. Na, Isten áldja. Fekete Istvánnak volt egy számadó juhásza. Molnár János bácsinak hívták. Ő a birka gyógyításának 99 fajtáját ismeri. Amikor mentek vadászni, vitte magával, ott ült a szánkón, ott ült a lovaskocsi, és szinte barátjának tekintette Molnár Jánost. Az első írása, ami újságban jelent meg, az 1932-ben volt, a Nimródban.
Ennek az az érdekes története, hogy a traktort követő róka, az volt a címe, Kittenberger ennek megfelelően a Hírek mindenfelül című rovatba helyezte el. Ez egy közönséges történet, hogy a éjjel szándó traktorosok jelezték Fekete Istvánnak, hogy az éjjeli lámpafény után rókák mennek a kifordított földbe, és fogják az egereket meg. És ezt nem akarta elhinni, valóban ő is kiment éjjel, megnézte és látta, és az mindegy érdekes megfigyelés vagy történet írta meg néhány sorba. Kittenberger zsenialitása, hogy arra következtetett, hogy ez az ember nagy író lesz. És akkor magához kérette. Neked teljesen igazad van. Amit Brém leírt a szalonkáról, annál többet senki nem tud mondani. Tessék! Ha! Jó napot az uraknak! Szervusz, szervusz! Szervusz, Kicsi! Kálmán, Kálmán, engedd meg, hogy így személyesen is bemutassam Fekete Pista barátom. Az írásait már régóta ismered. Így van. Igazán örvendek. Megengeded az idősebb jogán? Hát, természetesen. Számomra megtiszteltetés, szervusz kérlek. Szervusz. Évek óta olvaslak, nagy-nagy tisztelettel is, némi kis rajongással is. Igazán lekötelező. Arról van szó, hogy neked írni kell. Hát is elírnék én. Na, hát majd én népszerűsítelek. Elhozod az írásaidat, aztán én meg elviszem a többi lapokhoz is. Na, álljon meg a menet. A Nimród nem engedheti el az egyik legtehetségesebb íróját. Kitti, neked akár mennyit ír az ember, az nem elég. Ha, mindig ezt mondod. Viszkire is ezt mondod. Na, szóval az az igazság, hogy nagyon kevés vadász van, aki jól tud írni. Az írók meg, hát tudjuk, hogy írók között kevés a vadász. Kittinek igaza van. Te úgy írsz kérlek a vadászatról, meg az állatról, hogy még az is megérti, aki erdőt csak messziről látott. Kálmán szerint neked regényt kellene írni. Regényt? Nekem a gazdatisztnek? Regényt. És ide, folytatásba? Az teljesen mindegy. Regényt? Azzal lehet befutni. Én nagyon érdekes, hogy a Csató Kálmán, aki egy hideg-rideg ember volt alapjában véve, gyerektelen volt, a Kittenberger gyerektelen volt, mind a ketten egykorúak voltak, 19 évvel idősebbek, mint az apám, és mind a kettő szinte apai szeretettel, segítséggel voltak, mintha a fiúkat találták volna meg benne. A Csató szinte házalta az apámnak a dolgaival, és mondta az apámnak, hogy a sok hülye kiadó én elviszem hozzá, mert tőlem elfogadnák, azt mondja, neked meg évekig visszatartanák az írásaidat. Amikor 1936-ban a Gárdonyi Géza Társaság ifjúsági regényre pályázatot hirdetett, elővettem az egyik befejezetlen elbeszélésemet, és gyerekkorom képzelet utazásait idéztem fel. A Koppányi Agában én azokat az alakokat rajzolgattam meg, akik már nincsenek, de voltak. És ha nem voltak, kellene, hogy legyenek. Azt szeretném, hogy ezt a könyvet elolvasva vágyunk legyen ilyen élet után, és találjunk ideálokat, amely nélkül az élet el sem képzelhető. Nem ifjúsági regénynek szánta Fekete István. És ez onnan derül ki, hogy a Koppányi a testamentum már ugye pályázatra írta, és az ő pályázati jelszava az volt, hogy fiataloknak és öregeknek. 38 tavaszán a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda is pályázatot tett közzé. Májusban láttam neki az új regénynek, de a nyári mezőgazdasági munkák miatt nehezen haladtam. Ebédszünetben és este írtam. Edith sírva olvasta. Barátaim, akik inkább kegyetlenek az írásaimhoz, mint megbocsátók, kijelentették. Ha ezt a regényt nem értékelik, akkor a magyar lélek iránt botfülű kritikusok kezébe került. A tanácsköztársaságot nem egy dicsőséges korszaknak ábrázolja, hanem bizony-bizony benne vannak azok a túlkapások,
sajnos kell mondjam, hogy gyilkosságok, amelyeket elkövettek a tanácstársaság idején. Nyilvánvaló, hogy a későbbi kommunista rendszernek ez nem felelt meg. Amikor megírta a zselléreket, sokáig a ítélőbizottság egy-két hónapig nem reagált. És erre írta Lang Rudolfnak egy levelet, hogy tudod, hogy hála Isten szerény ember vagyok. De szerintem ez a könyv első díjat érdemel. Tudtam, hogy az nem rossz, amit írtam. És tudtam, hogy szívből írtam, tudtam, hogy őszintén írtam, tudtam, hogy igazat írtam. Tehát én valahogy vártam a sikert, és amit vártam, azt meg is kaptam. A zselérek 1939-ben jelent meg először, abban az évben rögtön két kiadást megért, majdnem minden évben kiadták 44-ig. És hát itt vadászelbeszéléseket. Hát az egyik leghíresebb a 1941-es Öreg utakon című gyűjtemény. Rengeteg elbeszélést, novellát, filmforgatókönyveket ír. És tulajdonképpen így lett ő vadászíróból, aztán a Herceg Ferenc féle új időkhöz csapódó irodalmár. Irodalmi pályafutásának az első 10 évében hát minden volt, csak nem ifjúsági író. Regény pályázatokat nyert, 3 nagy sikerű film forgatókönyvét írta, 1 nagy sikerű színdarab dráma hajnaladik könyvét írta, tehát ő minden volt, csak nem ifjúságíró. Jó, megpróbálom rávenni, de tudjátok, hogy milyen. Jó, nem ígérem. Jó, rendben. Szervusz. Írsz, Pistám? Zselléreket folytatom. Elveszettek a címe. De nem haladok vele. Mindenhova menni kell. Színdarabot is kérnek. Ajkára el kell menned decemberben, az Erdélyestre. Írnom kell, Kálmán. Felmondott állásban vagyok. Bérbe adják a birtokot. Az újságoknak nyilatkozni kell. El kell járni az egyesületi ülésekre. Kell, hogy ismerjenek. Nincs idő. Majd írnak a filmről, már úgyis csak bűtermi munkák vannak vele. Dunántúltól is kerestek, meg az esti újságtól is. Esti újságtól? Mm. Nemrégiben azt írták, hogy a Csí úgy szólván igénytelen. Na, azt is írták, hogy az utóbbi évek legzseniálisabb írói alkotása és legeredeti bírása. Jó, elmegyek Ajkára. Kisfaludi Társaságtól is kerestek. Hogy? Be akarnak választani a tagok közé. Engem a tagok közé? Hát nekik csak egyszerű gazdatiszt vagyok, Kálmán. Ne bolondozz már, Pista. Én a városokban örökké vendég leszek, érted? Tudod, mi volna a szép élet? Puskával, horoggal, hálóval járni a határt reggeltől estig. Aztán beülni a szobába, írogatni, olvasgatni. Ő egy vadászaton keresztül ismerkedett meg az akkor egyik leghíresebb filmgyár, a Magyar Filmiroda igazgatójával, akit úgy hívtak, hogy Tőrei Zoltán, aki maga is nagy vadász volt, fölfigyelt erre, hogy Fekete tehetségét esetleg filmeken kamatoztassa. Hát nem maradsz pénznél, Fülágnes, mert ezzel pengelt legalább kapsz a Vince napi vásárt. Soványak a tinók, Péter. Van dara, elég, aztán más helyjavítod őket. Dara az lesz, de a szén a kevés. Ott a kukorica szár. Ha a kukorica moly kártevésétől meg akarunk szabadulni, a szárt a föld színénél kell rövidnyelő kapával levágnunk, hogy semmi tarló ne maradjon. Ő vadászati és erdészeti és mezőgazdasági oktatófilmeket írt és rendezett. Ezen kívül pedig fél tucat újságnak már heti rovata volt. 1941-ben 3 szobás lakást béreltünk Budán, egy sashegyi villában. Olyan levegő volt itt, mint valami magaslati üdülőhelyen. Edith folyton vendégeket hívott, és társaságba jártunk. Szilveszterkor is el kellett mennem egy nagyon kedves familiához, mert komoly harag lett volna belőle, ha nem. Vagy 30 ember nyüzsgött a büfé körül, és én a poklok fenekére kívántam minden ilyen úgynevezett szórakozást. Apám nem volt barátkozó ember. Ő a megszokott társaságát szerette, ő embereket szeretett. Miután Págert választották a dr. Kovács István főszerepére,
ott kötődött a barátság. Vidéki emberek voltak mind a ketten, úgyhogy sok gyerekkori közös, hogy úgy mondjam, természetfelderítő élményük volt. Egy amatőr filmfelvétel maradt fönn Páger Antal hagyatékában, amit a Páger házas pár az új budai villájában készített még a 40-es évek elején. Jöttek a barátai, ismerősei, és egy kicsit filmezett róluk, hogy maradjon egy ilyen mozgóképes emlék. Alkalommal, amire emlékszem, amikor ott volt a Csató, a Kittenberger, az apám, és a Janomics nevű festőművész, aki nem volt vadász, de csodálatos lövő volt mind a három. A Kittenberger például az futva lőtt a rókát, úgyhogy ha a róka futott, akkor futott utána is. Szóval csodálatos volt. De ezek az emberek csak a kudarcaikról beszéltek. De mondom, az az érdekes, hogy az apám is, ugye a írásaiban is, amikor a vadász élményeiről ír, mindig az elpuskázott rókáról, szarvasról, őzről, stb. Ír. Nem is tudtam, hogy a vadkad ilyen okos állat. Aha, okosabb, mint Kitty meg én együttvéve. A múltkor is az a 9 disznó, hogy világgá ment az orrunk előtt. Mondtam is, ez nem Afrika, ahol a nagy pusztaságokon nyugodtan, gondtalanul legelészik az a sok gyanútlan van. De nem hallgatott rám senki. Egy szabadat se értettem, hát nem is lehet. Úgy be voltam bugyolálva az vastag bundakabátba. Minden esetre, aki nekem azután a hajtás után azt mondja, hogy a vadászathoz ész kell, meg gyakorlat, meg szenvedély, meg tudás, azt én nagyon lövöm. Azt kérlek, csak előttem teheted meg. Én azt meg akarom rendezni. Nagyon tisztelte a kortársait, ugye hát Vas Alberttel, ők jó barátok voltak Erdélybe, Totó bácsinál vadásztak is együtt, úgyhogy ők egykorúak voltak, és a új időknél egy időben voltak a fiatal sztárok. Az erdélyi kötődése elsősorban a Totó bácsi volt, a Fekete Antal, a zsibói gyógyszerész, ugye, aki szinte a saját fiaként szerette az apámat, amit a szívében nagyon hiányolt a saját apjától. Rohant a vonat befelé. A kukoricák még lábon álltak, de a napraforgók már elvirágzottak. A távoli falu felett most szállt fel a köd, és a tarlókon nyulak baktattak. Az akácok mozdulatlanul álltak a hajnalban, a réteg szélén nagy jegenyék néztek nyugat felé, a vizekről vadkacsák rebbentek fel, és én megnyugodtam, mert az érmelléki hajnalra senki nem tudta volna ráírni, hogy Románia. Honuk. Da. Adj egy cigarettát. Gyújtsál rá te is. Csak egy ki van. Így jártál. Rámegyünk a vadmalacokra, vagy nem? Vigne dono. Én hozom a sogora. Sogora kutya. Milyen kutya? Én nem akarom, hogy valami kuvasz itt összehajkurásza az erdőt. Há, nem kuvasz, az lupj. Lupj? Az, mint a farkas, a nem kiabál, az megfogja a tisznyó. Megfogja? Még az olyan. Hallod, anuk harangoznak. De. És aztán mit mond a pópa arról, hogy itt megint magyar világban? Hogy... Imádkozni kell és harcolni, hogy ne így legyen. Köszönöm, fiasa. Entszelegyesz? Na, fogd.
Gépfegyver lövedékek sűvítettek el éppen a fülem mellett, ahogy itt ülünk az íróasztalnál. Családom lent van a pincében. Nincs villany már két napja. Didergünk, élelmünk alig van. De én naplót írok az emberiség nagyobb dicsőségére. Kiadó ugyan nem fog akadni rá. Legfeljebb engem zárnak be érte. Nagy pártunk és Rákosi Ártárs vezetésével győzelmet aratott a munkásosztály nagy ügye. Azóta a magyar nép okult a hibákból, és megmutatta, tud élni azzal a nagy lehetőséggel, melyet a Szovjetunió nyújtott 1945. április 4-én. Az apámat 46-ban majdnem agyonverték, úgyhogy élet és halál között volt hetekig utána, a zselérek miatt. Tehát a ledén fiúknak a akasztásáról, elkobzásáról, a 19-es kommunról, a Kaposváron történt események felhasználásával megírva az igazat. Nem gyűlölködve, hanem a tény. Egyszer csak nem jött haza, és agyám ugye el sem tudta képzelni, hogy hogyan. Először végig telefonálta az összes kórházakat, aztán végig telefonálta a rendőrőrsöket, és sehol nem tudtak róla. És az ötödik nap, 1946. szeptember 16-án egy telefonhívást kapott, ahol egy női hang azt mondta, hogy amilyen gyorsan csak tud, jöjjön a János kórházba, mert Fekete István írórat megoperálták. Puff, letette a kagylót. Taxiba ültünk, rohantunk be, soha nem felejtem el a látványt. Apám, mint egy múmia, a feje be volt egészen pólyázva, és vagy fél tucat gumicső állt ki belőle. És alig voltunk bent 10 percig, bejött két civil ruhás vasas, és azt mondta, hogy asszonyom, ha ön vagy bárki mást mondana a családban, hogy Fekete István nem rablótámadás áldozata lett, akkor abból nagyon súlyos következményei lesznek a családnak. Ért engem, asszonyom? Nagyon súlyos következményei. Megfordultak szó nélkül, kinek rám sem néztek, én ott lapultam a fal mellett, ugyebár ebből világossá vált előttünk, hogy ez az államvédelmi hatóság az ávó volt, ugye. Anyámat úgy megfélemlítették, hogy még az 1956-os szabadságharcunk után is, amikor az ávó már megszűnt, akkor merte elmondani a nővéremnek, néhány családtagnak, és egy-két közeli barátnak, hogy valójában mi történt. A pupillája sérült meg, és nem lehetett a szemén semmit látni. Az emberek egyszerűen nem hitték el, hogy az egyik szemére abszolút nem lát. Amikor az egész világ darabokra tört körülöttem, lányom Tulpi hite adott erőt. Tulpi elment, mert mennie kellett Bécsbe, a Sacré-Cœur rendi nővérekhez. Azóta még inkább tudom, mennyi hasonlóság van bennünk. Pista bácsi jött haza, és látta, hogy egy csomó apácot kint áldogál a ház előtt, és egy bútorok, meg milyen kirakva a járdára. Oda ment, és megkezdte, hogy mi történt, hova? Hát azt mondja, hogy kiraktak minket. Hát kék, hát az AVH. És akkor most mi van? Hát mondták, hogy mehetünk, ahova akarunk. Pista, ezt nem mondhatja komolyan. Mit nem gondol? Apácákat? Most? Én nem vitatkozom, csak közöltem, hogy jönnek. Megbolondult? Ez nem is a mi házunk. A Rajnai mit szól hozzá? Elvégre ez az ő háza. A Rajnaitól én bérlem a lakást. Értse meg, nincs hova menniük. Elfelejtette már, hogy amikor a szemét, amikor megverték. Nagyon tágas ez a lakás. Jól el fogunk férni itt. Pista, már úgy sem adják ki. Nem hívják sehová. Minek hergeli ezeket? Én nem hergelek senkit. Csak azt csinálom, amit a hitem szerint tennem kell. Kérem, ne vitatkozzunk ezen. Elment az apácákhoz, hozta őket, azt mondta a kápolna, és még két szobát kapnak, az egyik a sekrestye, a másik pedig egy szoba, amiben a kápolnát rendbe tartó apácák laknak.
pártunk növekedését, pártunk összetételének alakulását nem bízhatjuk a véletlenre. Egyesek azt állítják, hogy a kispolgári dolgozókat kiteszik a pártból, és végül azt is veszelik, hogy akit kizárunk, az elveszti az állását, nem lesz megélhetési lehetőség. Mindez elfársak, szemen szedett hazugság. Az apámat 48-ban bocsájtották el, de akkor egy csomó embert úgynevezett fekete listáztak, ugye B-listáztak, ahogy mondták akkor, elbocsájtottak az állásából a reakciósokat, a politikailag megbízhatatlanokat. És akkor ő uszályt kísért, patkányt írtott, kivételesen képzett mezőgazdász volt, és nem hagyták még a szakmájában sem elhelyezkedni. Nem csak a zselléreket tiltották be Fekete Istvánnak, egyáltalán nem jelenhettek meg könyvei 1949 és 55 között, ez testvérek között is 6 évet jelent. Addig csak felekezeti lapokban tudott publikálni, a Vigiliában és az UML-ben. Tehát jelen volt az irodalomban, de könyvei nem jelenhettek meg. Volt-e az elavult könyvek listája, illetve kötete, abba a Koppány Nyaga testamentuma is szerepel, mint elavult ifjúsági regény, egyedül Fekete Istvántól ez az egy mű. A zsellérek, hát a Rákosi volt elég veszélyes volt, de szüleimnek volt egy antikvárium 1977-től a Balzak utcában, ott is előfordult a zsellérek, tehát polcról nem árulták az antikváriusok, hanem valaki kereste, és akkor úgymond pult alól elővették, odaadták. Verse Albert a Madártani Intézet igazgatója volt. Úgyhogy a Madártani Intézet révén ő neki lektori munkákat adott, sőt, más emberek nevében cikkeket írt, és ugye ezekért a cikkekért járó pénzeket ugye a Verse Albert átadta apámnak. A barátai révén 51-ben egy halászati szakiskolában lett kémia és halbiológia tanár. És akkor ott dolgozott 54-ig. Állítólag nagyon jó tanár volt. És erre meg is írta, azt mondja, én, aki a bukásoknak minden változatán átestem, hogy én valaha tanár legyek, azt mondja, hogy ez egy olyan csoda, amire egyszerűen nincs magyarázat. 1950 nyarán jártam először a Berekben a Kis-Balatonnál ornitológus barátommal. 8 napig, szó szerint egyfolytában horgáztunk. Reggel 3-kor keltünk, sötéttel feküdtünk, ebéd után egy órát aludtunk. Ami idő ezen felül volt, azt mind horgászattal töltöttük. És nem mondtuk meg. Amit fogtunk, megettük. Nádkunyhóban laktunk, nádágyon aludtunk. És a kunyhót megosztottuk egy búbos bankapárral. Azután folyton visszajártam. Az eget, vizet, felhőt bámultam. Legboldogabb akkor voltam, ha egyedül voltam a Berekben. Az az időszak volt, amikor nem vadászhatott, nem jelentek meg a könyvei, és Verse Albert révén ő kapott ide meghívót, és heteket töltetett itt, írta a könyveit, vagy éppen horgászott, halászott. Azt mondják, hogy Vörösre járt hétvégeken vasárnap csónakkal misére. 1956. áprilisában hetekig a Berekben voltam egyedül halomnyi írópapírral. Eszembe jutott egy gyerekkori utazásom, amikor a vonatom Tüskevár állomáson rángatózni kezdett, megállt, majd elindult, és én hiába kerestem bármiféle várat, csak a temetőjét ismerte mindenki Tüskevárnak. Itt a Berekben kezdtem el megírni gyerekkorom tündérvilágát, barátságaimat, madaraimat, a csőzt, a molonyákat, csibészkedéseinket. Majd meglátja a Tüskevárba. Annyi ott a szúnyog, az ember belerúg egy bokorba, a fele elrepül. Matula bácsi, van ott valami vár? Hát volt. Ám be csak Tüskéből meg követ nem igen látni ott. Nagyapám mondta, regény korában volt ott még valami fal, de aztán a föld elnyelte azt is. Ásni kellene.
Hát azt lehetne, akinek kedve van hozzá. Hát bár a szúnyogok megennék, az biztos. Jaj, Matula bácsi, mi ez? Vecsek. Fúgós vecsek. A gyerekek elfáradnak, felkapaszkodnak az anyjukra. Csodálatos a két ifjúsági regénye, a Tüskevár és a Téli Berek. Hát úgy a gyermek lélekhez, a formálódó csodához nem sokan értettek, mint ő. Én nagyon érdekesnek tartom, hogy mennyire érdekelték őt az öreg mesterek. Hogy ez a Matula alak, amely a Tüskevárban megjelenik, ez már a háború előtt megjelenik az ő írásaiban. Tehát ez az öreg mester, aki megtanítja őt a puskával bánni, aki mond ilyen nagy bölcsességeket, amelyek bosszantják ezt a fiatal fiút, aki az elbeszélő, de aztán mindig belátja, hogy a Matulának igaza van. Egyszerűen az idős emberekről ilyen megrendítően szépen tud írni, vagy akár az időskori barátságokról. Rózsakunyhó. Szép, békés napokat éltem benne. Nekem jó volt ez a kunyhó. Széna ágyam puha és mély volt az álom. Asztalán ízletes a kenyér, éjszakájában mély a csend, és nappalában ajtóm előtt járt a napsugaras szabadság. Jeremi háj, homor! Jeremi háj, és fölkelni! Fölkelni! Hely! A nyavaja essen belét. Mi van? Úgy csikorgattad a fogaidat, hogy szemhúnyást nem aludtam. Én? Igen. Az lehetetlen. Fiva, te nem borotválkoztál? Nem. Na látod, én minden reggel megborotválkozom, még Afrikában is. Az a te dolgod. Jó. Egy kicsit még írtam este. Tudod mit, Pista? Jó. Egyszer írjál meg engem is. De milyen állatnak írsz meg? Te csinálsz az emberekből állatokat. Te nevezed a barátaidat marabunak, tarajos sülnek. Az én hőseim nem emberek. De belelátnak a mi világunkba. Na persze, hogyha sikerül nekik néha kikukucskálni a nyírvasztal fiókodból. Hát, úgy, ahogy mondod. Bár most a kele megjelenik mégis a magvetőnél. Tudod, te itt most szép lehetsz, de okos nem. De mivel nem vagy szép, nem tudom, mi lesz veled. Nézd meg engem. Én szép vagyok. Jöhet akárki! De nem jön ide nyavaja se. Nem meséket írt ő, hanem állatokról szóló regényeket. Az állatok a saját fajtásaikkal tudnak beszélni a könyvekben, de az emberekkel már nem. A Kelet olyan kulcsregény az állatregények között, amiben Fekete István önmagát örökítette meg. A sebesült, sérült madár, akit a társai magára hagytak, aki magányos lett abban a közegben, ahova került. Ha belegondolunk Fekete Istvánnak az 50-es évekbeli félreállítására és azokra az életkörülményekre, amik körülvették, azt hiszem, hogy a párhuzam eléggé kézenfekvő. Ja, hát amikor a szabadságharcnak vége volt, az apámnak pár szóval azért mondtam, hogy hát nem mondok többet édesapám, azt, hogy mesterlövész voltam. Hát ez neki jelezte azt ugye, hogy hát egy pillanatig nem kétséges, hogy engem felhúznak. És hová megy a gyerek, Pista? Még nem tudjuk, ahová tud. Megértem, Kitty, hogy elmegy. Legalább él. Amikor lőttek, napokig azt se tudtuk, hogy hol van.
Én betegen feküdtem. Edith majd meghalt az aggodalomtól. Igaza van, hogy elmegy. Nekem sincs már itt semmi, ami itt tartana. Ne hülyeskedj, öregem. A gyűjteményem, Pista, az egész gyűjteményem. De nem az egész. Mit tudsz te erről? Bocsáss meg, de megértesz. Persze, megértem, Kittikém, megértem. Mit tudunk tenni? Vegyük a nyakunkba mi is a világot? Ha én egyszer elindulok innen, cserkészhettek utána. Háború utáni időszak, ahol nincs fegyvered, nincs puskád, ott hosszú évekbe tellett, amíg ki tudta építeni magának azt, hogy elmehetett vadászni. Először csak vendégként, majd aztán lett puskája. 9,5 milliméteres Mannlicher Schönauer volt, és ezt a 50-es évek legvégén szerezte meg. Szeretem az állatokat, ugye, és nem mondom azt, hogy ez egy vérengző, ragadozó, és nem mondom azt, hogy ez egy szelíd őzite, mert a szelíd őzite is, ha egy komoly, erős baklösz esetleg megöli a vetélytársát, ugye, és egy borzalmas, erőszakos és vad, farkas és csodálatos anyai gyöngétséggel vigyáz a gyerekeire. Tehát úgy a rossz, mint a jó, akárcsak az emberben pontosan úgy vannak meg. Tisztelt vadászok, tisztelt hajtók! Üdvözlök mindenkit ezen a szeles, hűvös napon. Sokan a nagy vadászt keresik Fekete Istvánban, aki ő nem volt. Mert ő vadász ember volt, de nem trófeavadász, nem rekordhajhász. Az, hogy megbecsülte és értékelt egy-egy különleges trófeát, az benne volt, mert az hozzátartozik egy vadász ember lelkéhez. Ha nem sikerült valamit megközelíteni, nem engedett el olyan kapkodós lövést, amivel bizonytalan esetleg megsebezhette volna a vadat. Ez egy különleges képesség. Sokunkban ez nincs meg. Lőállások biztonságos távolságban vannak egymástól, összelövés veszélye nem fenyeget. Köszönöm szépen, jó vadászatot kívánok! Kedves vadászbarátaim, megtiszteltetés volt veletek vadászni, tisztelet a vadnak! Majdnem egész Magyarország területén órákat, sőt napokat, sőt heteket töltöttem el az állatoknak a megfigyelésével, annélkül, hogy vadászni akartam volna. Ott volt természetes a fegyver, ugye természetes meglőttem volna azt a, ha jó őszbak jön, meglőttem volna azt a vaddisznót is, de nem volt érdekes ez benne. Érdekes volt az, hogy hogyan, mit és miért csinálnak. Ugye én voltam az, aki kíváncsiabb voltam egy vaddisznónak, mondjuk, amit a kis, mikor a kis malacait viszi, ugye, és annak az anyának az a féltő gondja, és annak az a végtelen türelme, ahogy azokkal a kis kölykökkel bánik. Ugye ezek olyan csodálatosak, hogy kinek jutna eszébe olyankor a puska? Egyáltalán nem jut eszébe. Ő nem volt akkora vadász, mint Széchenyi Zsigmond.
töredéknyi trófeát ejtett. Ha a trófeinak a számát néznénk, megdöbbennénk, milyen kevés. Mégis ebbe a kevés zsákmányba is ő mindent megtalált, mert a kapott élményt tudta magával vinni, és egy-egy emlékből még 5 év múlva is táplálkozott. Olyan kevesen szeretik a ködöt, és olyan kevesen találkozunk benne. De akik találkozunk, nem csak a ködöt, de egymást is szeretjük. Széchenyi Zsigmonddal való barátságunkat Kitti egyengette a Nimród idején. A gróf a nagy Széchenyi névhordozója ideál lett, aztán jó barát. Majd protektor, s végül protezsált. A háború előtt mindketten sikeres írók voltunk, aztán összedőlt körülöttünk a világ. Őt kitelepítették, börtönbe csukták, albérletben lakott. Nekem hamarabb jelenhettek meg újra a könyveim, mint neki. Így később tőlem kért tanácsot. Budapesti lakáshoz is az én közbejárásommal jutott. Van egy novellája, A király, aminek a végén, mikor a vad összeesik a lövés után, azt mondja, egyszer felénk is el fog suhanni egy ilvesző, és én is össze fogok csuklani, még én, a király is. Járom az utamat, mert nincs más, és elveszem a rókától a bundáját, mert valaki nekem adta. Cserkészek a nagy erdőn, aminek élet a neve. S tudom, hogy rám is cserkésznek. És egyszer majd felsír valahol egy róka. Ohó! Az én rókám. És rohanok irigyen, nehogy a másé legyen. Édesapámtól tudom, aki mesélte azt, hogy Pista nem jön vadászni, mert letette a puskát. Egy nyúlvadászaton hozzá közellében kitörő nyúlnak a szemét, a riadt tekintetét látta meg, és ez olyan hatást gyakorolt rá a lelkére, hogy évekig nem vadászott. Utána visszatért a vadászatról, mert néztem a naplóba Fekete Pistával, még benne van a 60-as évek legvégén is, hogy vadásztak, még talán 70-ben is. Kell, hogy az erdők egy-egy vadja felett az elérhetetlenség köde szálljon, mert ha mindent elérnénk, miért járnánk az erdőket? Miről szőnénk álmainkat, és mit mesélnénk el fiainknak? Amelyiknek az agancsa a falon függ, azt megmutathatjuk, de amelyik odakünn maradt, az lesz majd a téma az öregség hamuba bámuló estén. Kitti másnap meghalt. Olyan csendesen, hogy a felesége és húga sem vették észre, akik mellette ültek. Az ő szobájában, az ő asztalán nézem a papír sivár síkságát, és tűnődöm, melyik a legrégibb emlék, ami hozzáfűz, melyik az első gondolat, amely maradandóan leszállna végre fészket rakni erre az üres sivatagra. Kinézek hát az ablakon tanástalanul, de csak egy körtefa virágzik az ablak előtt. Tudja, ha Tőri Viktor nem erősködik, mi soha nem ismerjük meg egymást. Ő varratott nadrágszárból újat a trópusi kabátjára. Semmi ruhája nem volt. Abban a maskarában és smoking cipőben jött ki ide. Azt meséltem, hogy az állatkertben, azt hiszem akkor is Tőrivel volt, meglátta a marabút. Az én öreg madaram Afrikából jött ide, vele mondta Tőrinek, és elkezdett beszélni a madárhoz, szuahéliül. Ezt is majd részletesen mesélje. Ja. Ha megengedi, hogy így írjak, az roppant nagy segítség lenne. Hogyne, Pista. Csak írja meg. Hát ezt még megírom. Meg a sajátomat. Aztán befejezem. Amikor egy könyvet írt, akkor mindig 2 hétre, 3 hétre lement egy vidéki faluba, vagy vadászházba, és akkor 2-3 hét alatt megírt egy 300 oldalas könyvet. Elképesztő gyorsan tudott. Néha meglestem az ajtó nyíláson keresztül, letette a tollat, és fél oldalt, mint a villám írt.
és akkor pörgette a tollat, így a levegőben nézett egy-két-három percig, és én olyan gyorsan nem tudtam volna írni, ahogy ő, és ugye 3-4 oldalon egy szójavítás nincs. Soha nem változtatok, soha nem törölök, soha nem, az úgy van jól, ahogy le van írva. Én nem csinálok jegyzetet, és nem csinálok vázlatot sohasem. 3 sort. Azt a gondolatot, amiből aztán ki kell, hogy fejlődjön, és amiből ki is fejlődik maga. Előfordult már, hogy esetleg mondta valaki, hogy te ez így nem jó. Kittenberger Kálmán, és elsősorban a feleségem, aki egy nagyon szigorú kritikus, és aki azt mondotta, hogy ez jó, arra mérget lehetett venni, hogy jó. Sőt, nagyon sokat ő maga gépelt és írt, és mit mondják, még bele is szólt, ugye. Az utolsó kis kutyánk a Bogáncs volt. Az pedig azért, mert az egyik barátja, aki szintén most halt meg, a Podányi Gulyás Gyula, azt mondta, hogy muszáj a Pistát megmozgatni, hogy nem akar mozogni és sétálni. Kell ide egy kis kutya, és azt kiviszi sétálni. Egy egész abnormis imádat volt a férjem és a kutya között. Hát ez már nálunk az unokapótlék volt, ugye. És hallatlanul intelligens. Hát ugye a Puli könyv szerint is ugye az intelligencia listán elől áll. Legelső a Puli, aki 43 fogalmat tud megtanulni, hogyha pici korba kezdik tanítani. Hát szóval Bogánccsal beszélgetni lehetett. Bogáncs az engem helyettesített, és erre mondta az apám, hogy tudod, néha gondolkozom, hogy téged vagy Bogáncsot szeretlek-e jobban, bár Bogáncs sokkal több okot ad a szeretetemre. Ez óvaként ugye köztünk, mert mi ilyen stílusban folyt a tárgyalás köztünk. Fogd meg, Bogáncs! Fogd meg! Ne félj tőle! Fogd meg! Jó van, Bogáncs! Ott fogtad meg, ahol kell! Az állatok világában, a természet világában játszódó történetekről van szó, ami nagyon emberi. Na ez a titka Fekete Istvánnak, és ezt előtte senki nem csinált, ezt ő találta ki. A VUK az a első, amit olvastam, és volt a film, a VUK, és mikor kisgyerek voltam, megnéztük sokszor, és beszéltünk róla. Amikor a zsákmány közelébe érsz, le kell hunynod a szemedet. De hát akkor nem látok. Hogy vadásztok, hogyha nem látok? Láss a szimatoddal. Ha kimeregeted a szemed, azt mindenki észreveszi. Ha pedig észrevesznek, nem lesz mit enned. Ha nem lesz mit enned... Júj, erről ne is beszélj! Ha nem lesz mit enned, gyenge leszel, mint szíj, a kígyó. Nem akarok gyönge lenni. Itt vigyázz. Vigyázok. Valójában nem zsákmányállatokról ír, és nekem föltűnt egy mondat nemrég a VUK újraolvasásakor, amikor VUK először megy be a simabőrű udvarába, akkor elcsodálkozik. Azt mondja, hogy ennek mindenre megvan, ennek a simabőrűnek, akkor mit akar, miért vadászik ránk, miért ilyen telhetetlen? És akkor odaírja Fekete István egyetlen mondat, hogy VUK még fiatal volt, nem tudta, hogy ugyanaz a vadász ösztön van az emberben, mint ami benne. Nem félek a felnőttek, sőt egy természetrajz tanárnak se a kritikájától, mert amit én az állatokkal tetetek, vagy az állatoktól várok, hogy tesznek, azt ők a valóságban meg is csinálják, amelyikben soha nincs természetrajzi tévedés, az soha nem mese, mert amit csinálnak, az mind valóság. A nyulat nem teszek a fenyőerdőbe, ha bár ott is előfordul, és a farkas nem viszem a Dunántúlra, ugye, és a medvét se viszem a Dunántúlra, és az egér se csinál hőstetteket, csak azt, ami az ő kis életébe belefér. Rájön a rendszer arra, hogyha mindenkit ellenségként állít be, és mindenkit letilt, akkor nagy tehetségekről fosztja meg magát. Ezért elkezdik felülírálni a korábbi döntéseket, és elkezdik a rostának a lukait kicsit tágítani, aminek eredményeként Fekete is át tud jutni abba a halmazba, ahol, ami az elfogadott. Ugye azt tudni kell, hogy 1955-től kezdtek újra megjelenni Fekete István könyvek, és ő nem ifjúsági könyveket akart írni. Tehát ő egész életében azt gondolta, hogy ha ez kell ahhoz, hogy megjelenjenek, akkor legyen.
Ő alapvetően ugye a nagy visszatérő könyvét, a Kelét 1955-ben a Szépirodalmi Könyvkiadónál akarta megjelentetni. Végül a Magvető Könyvkiadóhoz került. Ugye a Magvető Könyvkiadónál voltak kicsit a rebellisebb magyar szerzők, azt lehet mondani, kicsit olyan külön utasok. Onnantól kezdve mindig próbált kitörni ebből a skatujából, hogy ő ifjúsági író. Próbálkozott, de sosem. Az Akadémiai Kiadónál a napokban jelent meg a Magyar Irodalom Története Napjainkig című kötet. Az 1000 oldalas gyűjteményben a nevem semmilyen formában nem szerepel. Ismeri maga egyáltalán ezt a Tolnait? Ja, nem. Az egyik hallgatója megkérdezte tőle, milyen írónak tart engem. És? Csak legyintett a katedráról. Azt mondta, a fekete, az nem író. Végeredményben ezzel az egy egyetemi tanárral szemben 100 000 ember nem lehet hülye. Bárki is mondja, hogy a fekete az nem író. Jó, mindegy is. Ezzel ne izgassa fel magát. A jövő hónapban kimennék Bécsbe. A rendházba. Elbúcsúzni. Jobban kellene ügyelnie magára. Akinek 2 infarktusa volt, ne utazgasson. Hát pedig a Rózsakunyóhoz is kimennék. Bár már nincs kivel. Volt egy nagyon népszerű, nagyon olvasott író, aki azonban nem vett részt a budapesti irodalmi közéletben. És később ezt föl is hánytorgatták neki, hogy ő az úri középosztály, a konzervatív, nemzeti oldalnak volt a sikerszerzője. Könyvnapi megnyitón voltam. Olyan, mint minden vásár. Zajos tömeg, megszokott beszédek. Nekem nem gusztusom az ilyesmi. De hát én begombolkozott, rendhagyó ember vagyok. Nem tehetek róla. 14 évesen bátor az ember. Kinéztem a telefonkönyvből, hol lakik ez a kitűnő szerző, és akkor már jó sok könyvét olvasva írtam neki egy levelet, hogy hát nagyon szeretném a nyomtatott katonák sorban álló könyveim mellé a kézírását betenni, és nagyon kérem, tiszteljen meg, küldjön egy kéziratot. Hát ma ilyet az ember mosolyog, de 14 évesen megmerthetetlen, a levél mindent elbír, nem is mondtam meg még apáméknak se. Jó 2 hét múlva hoz egy borítékot a posta, benne egy 8-10 soros kis levélke, sógora Vercse Albert rajzolta a hátulján madáretetőt, és kedves barátom, nagy örömmel töltető írásaim örömet hoznak neked, de kérésed azért nem teljesíthetem, mert feleségem ezeket már elkérte tőlem, beköttette, és lakatra zárva őrzi azokat. Nagyon sok levelező partnerének visszaírt, vagy rajongójának. Ha író-olvasó találkozóra hívták, azt kategorikusan elzárkózott tőle. A 45 előtti könyvvásáron szinte mindig kint volt, fotók is vannak róla, de 60 után nem. Nincs jelen a Tüskevár forgatásán, nem találkozik egykori önmagával, a tutajost játszó kisfiúval, és nem találkozik a stábbal, Matulával sem. Nagyon érdekes ez számomra, de nyilvánvalóan arról szól, hogy egy megkeseredett emberről van szó, aki az egyedüli boldogságát az irodalomban, annál az íróasztalnál leli, amin dolgozik. Nem szeretem a tömeget, nem is bírom. Nem is bírom a sok embert, és nem vagyok jó előadó. Szóval annyi minden van. Azután közben jöttek különféle betegségeim, és úgyhogy én most már soha sehova nem megyek. Nem is lenne értelme, mert ugye a hallgatóim esetleg nagyon csalódnának. Ugye ezt már ahogy Mikszát annak idején megmondta, a Felvidéken valahol felolvasó körúton volt, és azt mondotta nagyon szerelmesen, hogy az író olyan, mint a havasi kürt, csak messziről szép. Hát én ehhez tartom magamat. Ez az olvasónak nem az a célja, hogy engem ismerjen, az a célja, hogy az írásaimat ismerjen. A lelkembe belenézhetnek ugye a írásaimon keresztül, az annál nagyobb kitárulkozás egy írónak nem lehet, ugye. Ha mindenét beleadja.
Azt hiszem, hogy ez egy folytathatatlan életmű. Van egy nagyon ismert része, Tüskevár, Kelel, Lutra, hát ugye az állatregények is, az ifjúsági regények, de az ezt megelőző korszakról, a 30-as, 40-es éveknek a polgári irodalomhoz tartozó műveiről egyáltalán nem beszél senki. Én nem ismerek más ilyen magasra jutott szépírót, aki vadászíróként kezdte volna. Egy időben mindig az jutott eszem, hogy Fekete István kicsit a magyar Hemingway. Nem egyszer én vittem le Szigligetre, az Alkotóházba. Nagyon sokat beszéltünk politikáról. 100%-osan kommunista ellenes volt, ugye, és várandóan ez mindig szóba került. Hülyék ezek a kommunisták, Pista. Hát hülyék hát. Nem írják oda a könyvekre a példányszámokat, mert az enyémekből túl sokat adnak el. Vagy a többiekből, Pista. Az igaziakból. Túl keveset. Még ki is tüntetnek, hogy írjak kevesebbet, vagy írjak úgy, hogy ne olvassanak. Úgy te nem tudsz, Pista. Bogáncs! Hova tűnt ez a kutya? Férjem hát el volt írtva a dohányzástól. És hát a Bogáncsi nagyon jó alibi volt, kivitte a kertbe sétálni, és bebújtak oda a bokorba, és ott cigarettázott, ugye füst ment föl. Én a konyhaablakon utánuk nézek, és látom, akkor bejönnek. Mondom, ide figyeljen, ez a kutya már nem kölök kutya. Ennek nem kell ennyit sétálni. Menjen le ki az utcára, menjen le a postára, vagy valahova intézzen el valamit, és kész. Hallgat. Mondom, és azon kívül még egy fizikai törvény, hogy a füst fölfelé száll. Rám nézett, bestia. Anyámmal beszéltek, mert anyámat tartotta a legjobb kritikusnak, és anyám örökké azt mondta nekik, hogy nem értem maga, aki olyan művelt ember, történelem, földrajz, okkultizmus, japán irodalom, minden, hogy miért ír ilyen egyszerű dolgokat. És akkor az apám azt mondta, hogy azért, mert én nem ezzel írok, hanem ezzel. Elég egy mozdulat, valamilyen rég elfeledett illat, egy tárgy, egy ágroppanás, a szélnek az izzenése, és az emlék felüti fejét, ránk néz, és olyan üdén, vidáman vagy szomorúan valódi, mint a jelen minden valósága. Küldtem haza a rövid humoreszkjeimet, és esténként a 10 órás híreket meghallgatták, és utána az anyám egy-két novellámat felolvasott neki. És egyik este a felolvasott két novellámat, és írta az anyám, hogy apám úgy nevetett az egyiken, hogy folytak a könnyei, és akkor azt mondta, hogy na Istennek hála, úgy látom, az öcsi megtalálta magát. 3 óra múlva halott volt. Szépen tudott meghalni, és az Úristen szépen vitte el. Elmegy lassan a berek, az erdő, el a nádas, a tél, a nyár, a hegy, a völgy, a nappal és az éjjel. A szemem látta egész határ. Elmegy, talán mégsem egészen. Meglátom tán az örök vizen, hiszen a szépség maga az Isten, és a lelkemben ott lesz, hiszem.